teherautó tolat be a Széchenyi térre. Platóján azzal a fenyővel, amely feldíszítve a belváros egyik ékessége lesz az ünnepi időszakban. A mindenki karácsonyfáit felajánlásokból választja ki a Győr Szól. Ez a 9-10 méter magas, a becslések szerint 25-30 éves példány Pérről érkezett. Elhelyezésekor több dologra is oda kellett figyelniük a szakembereknek. Itt a Széchenyi téren már évek óta megszoktuk, hogy van egy ilyen fogadó hüvely, amelybe ezt a fát be tudjuk emelni, és itt stabilizálni tudjuk. Természetesen azon kívül, hogy egy kialakított helyre kerül be a fa, azon kívül még drótkötelekkel több ponton rögzítjük is, így aztán a nagyobb szélnek, erősebb viharnak is ellenáll, és így biztonságosan tudjuk itt felállítani az advent idején. Nem csak a Széchenyi téren, hanem a város több pontján is lehet találkozni karácsonyfákkal. Idén 46 fát díszítenek fel, amelyből 27 kivágott, a többi pedig élő, amelyeket aztán évről évre ismét ünnepi díszbe öltöztetnek. Jelentős számú növekedés volt ez, illetőleg a város több területén is lesz nagyon szép díszkivilágítás, úgyhogy megadjuk a módját az adventnek, és várunk mindenkit szeretettel, aki győri, az élvezze a városunknak ezt a rendkívül átszellemült, a ünnep hangulatát erősítő kedvességét, és várjuk azokat is, akik Győrbe látogatnak. Rövidesen a díszek és a fény füzér is felkerül a fára, amely péntektől ragyog majd teljes pompájában. Ekkor kapcsolják fel hivatalosan az ünnepi díszkivilágítást, és indulnak el az Advent Győrben programja is.